Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ismét csak beszélgetek egy nagyon régi, kedves barátommal, Valkai Lászlóval. Lacikám, mit olyan ismerős a te vezetékneved? Mesélj erről valamit. Igen, én is hagyj köszöntselek először téged és a kedves nézőket itt a Budapest Európa TV stúdiójából. Valóban ismerősen cseng, hiszen azon kívül, hogy engem Valkai Lászlónak hívnak, nekem volt egy bátyám, ugyanezzel a vezetéknévvel, őt úgy hívták, hogy Valkai Géza. Ő 3 esztendővel volt nálam idősebb, és van ki e nevet nem ismeri, ahogy mondja Petőfi vers is, hiszen kiváló versmondó is volt, nagyszerű színművész volt, és az utóbbi éveiben pedig már rendezett is, tanítványokat vállalt. Valkai Géza, aki sajnos fájdalmasan korán távozott el 10 esztendővel ezelőtt. Már 10 éve, érdekes, hogy futnak az évek, és mégsem kapott meg ez a Valkai név, csak egyet nem értek, hogy beled miért nem lett színész? Nem tudom, így alakult a pályám. Elsősorban képzőművészettel foglalkoztam, annak idején is, mostanság is, illetve ezzel párhuzamosan a zenével. De azért, hogy valamennyi színházi véna csak csörgedezik bennem, azt jelzi, hogy bizony éveken keresztül volt egy gyógyító színházam, a Lipót mezőn, ahol mint művészet... Hát az azóta be, nem ezért zárt be. Bízom benne, hogy nem beszélt, bár nagyon sajnálatos. Hát igen, időnként ránk fél egy kis levegőváltozás, de azt szeretném kérdezni tőled, hogy nyilvánvalóan családindítatásként lettetek mind a ketten művészek, a bátyád is, meg te is. Apuka biztos van. Bíró volt a papa, tehát egy polgár. Ja, hogy nem mondtad, hogy bizony, hát, és akkor elkezdtem az emlékeimben, így pöttyögni, hogy Valkai néven régebben, tehát bíró volt a apuka. De egyébként édesanyámnak rengeteg köze van a film és a televíziózáshoz. Na. És lehet, hogy hogy mondjam neked a... És ő is Valkai volt. Valkai néven. Valkai néven vált világhíressé. Anyuka, mit csinál? Kérek szépen, voltak annak idején ilyen tárca stúdiók, ezt a kedves nézők már kevésbé tudják, ez olyan, mint a sok apró TV stúdió. Filmstúdió volt, a közlekedési filmstúdió a Dob utcában, a közlekedési minisztériumban, és ő ott felvételvezető volt. Milyen néven? Közlekedőt ismerem. Valkai Lászlóné. A Somogyvári Frici bácsi volt a gyártásvezető, Kovács Miklós, nagyon jó rendező. A Kovács Miklóssal én találkoztam, Pataki István, igen. Ő azt hiszem, hogy a Ma filmnél is, igen, forgatott, igen, tehát, és remélem nem árulok el titkot, és ezzel nem fognak velünk kiszúrni a YouTube illetékesei, mert a közdok így hívták egyébként, közdok, és igen. Ez a... akkori közlekedés és postai minisztériummal szemben volt egy kis földszintes épületben, amit a rendszerváltás után nem sokkal lebontottak, ma se tudom, hogy miért, nem is tudom, mi van a helyén, azt hiszem valami házat építettek, aztán ők átköltöztek a szomszéd utcába, majd onnan is hát szétszórták a csapatot, és hát ezek a tárca stúdiók, én is dolgoztam ilyenben, hát annyi igaz, hogy minden minisztériumnak volt egy filmstúdiója, ez a közlekedés és postai minisztériumnak volt a filmstúdiója, de hát volt a Orvosegyetemnek is, aztán az ETK, még ma is, képzeld el, még ma is van ETK, a filmstúdió szerintem már nincs, hát ezeket így nem ismertem, az ETK-nál se dolgoztam. Hercenik, a nagy rendezőknek bedolgoztam. Persze, úgy, mint a közloknál. És akkor volt a NIMH film, a Nézipari Minisztériumnak a tárca stúdiója, ez ott volt a Bakos, hogy hívták, a György Ákos. A lányával én együtt jártam általánosban, Bakos Kati az MTVA-nak a, most nem is tudom, vezérigazgató. Bizony, ennyire feltölt a pici lány, bizony, ott találkoztunk utána vele. Egy titkot elárulok, ne sértődjön meg érte az MTVA. Az volt a dilim első elemista koromban, hogy a Bakos Kati haját húzigáltam. Na! Akkor ezt már nem tenném. Hát igen, mert gondolom hasonló ifjasszony, mint mi vagyunk. Természetesen nem árulunk el egyébként semmit, hogy hány évesek vagyunk, de ahogy
apám mondaná, hogy 20 év felett vagyunk egy pár hónappal, plusz az áfákat már nem számoljuk hozzá. Mert láttuk most... az élő a hatodikat. Igen. Jó. Itt van egy csomó rekvizitum. Hát ez nem tudom, ez van egy bótsapka. Bótsapka, kérlek szépen, amikor vannak fellépéseink, gyermekműsorokat is nagy szeretettel szoktam csinálni, ezt szoktam felhúzni, illetve újabban itt a Budapest Európa Televízió. Hát igen, már rendeztem úgy a szilveszteri igen. műsorodat. Nekem kedvenceim, mint operatőröknek a sapka, tudod miért? De árnyékot vet a fejre. És semmi nem látszódik az arcból, úgyhogy én tisztelem becsem a régi operatőröket, mert apám is olyan volt, hogy nyáron sem, szóval kalap nélkül ki nem mentek az utcára. Na most, hogy lehetett fotografálni mondjuk egy Jávor Pált, aki tényleg egy csodaszép férfi lehetett, nyári kalapban, és mégis megoldották a feladatot. Én most megvallom őszintén, úgy látszik, hogy tehetségtelenebb vagyok, mint a régi operatőrök. Én most arra kértem a Laci, mert fel akarta venni ezt a sapkát, most csak úgy egymás között mondom. De most erre a beszélgetésre sikerült lebeszélnem róla, mert jó lenne az arcát is látni. Aztán láttam, kiraktad a fogsorodat is. Igen, én, mint ugye ilyen elvetélt fogorvos. Ja, hogy ez egy pótor. Tehát ha nem vagy eléggé megfázva, akkor ráhúzod, és akkor véd a sok hülyesség ellen. Jó van, elnézést, nem tudtam, hogy mi. És akkor itt van egy gitár. Van egy gitár, igen, ez nagyon szép gitár. Itt leltárt csináljunk. Persze, jó rendben van, most nem az adóhivatalnál vagyunk, sírjál ma nyugodtan, semmi gond. És az meg aztán pláne ne beszéljen, aki még rajztáblát is hozott magával, mert még a Laci barátunk rajzol is. Szóval, és még csak az első 100 jó tulajdonságát soroltam fel, de mivel nagyon kevés az időnk, úgyhogy a többi másik 300-at azt majd a következő beszélgetésnél, a következő életünkben persze természetesen megejtjük. Na jó van, akkor mivel is kezdjük ezt a ma estét? Arra gondoltam, hogy csinálunk egy kis jó kis kertcsinálót, és akkor játszanál velünk, nekünk, vagy velünk valamit? Vagy inkább nagyon nem szívesen. Velünk, hanem nekünk. Jó, nektek nagyon szívesen, örömmel előadom. Hát már úgy, hogy nekem, meg a nézőknek. Így van, természetesen. Ja. Mit hallunk? Emblematikus dalomat, ami a legelső szerzeményem, és mindbányig a legkedvesebb, a Naphegytéli Motorkirály. Hallj. Ennek a szövegét és zenéjét is annak idején én írtam. A bátyámnak az idegeire mentem ezzel a dallal, ha már Balkai Gézával kezdtem. De figyelj, persze, hát nem tudtam másra kezdeni, tudjuk hová rakni a Balkai igen. nevet. A közdok az nem jutott eszembe, főleg a stáblistákat szívesen olvasgatom. És most nézni az internet segítségével ezeket a régi közdok. Ugye, hogy föl vannak, de halkan meg képes valaki lesz, nem tudom, hogy kerültek fel, de olyan jó, hát a Kovács az ragyogó rendező volt. Na úgyhogy... és visszatérve meg kérdezted a művészi gyökereket, édesanyámnál voltunk minden nyáron a két balkai fiú nyári munkán, diák munkán is. A Dobutcában. Dobutcában. És én már 10 éves korban, akkor már szabad volt dolgozni nyári munkát, mentem a túrataxival, az volt a filmgyári kocsi, mentem a nagy színészekért, akik szerepeltek a Kovács Miklós filmekben. Te mint felvételvezető voltál akkor ezek szerint? Annak a kis Sameszát édesanyám. Hát a gyártásvezető annak a Sameszát felvételvezetőnek hívják jobb helyeken. A tévében, a Gobbi Hildáért az Orsó utca, a Garas Dezső, szóval mind én szedtem. Hát hatalmas szereplő gárdával dolgozott a Kovács, szóval az hihetetlen. Most ilyen indítatás után természetes, hogy nem a jogi pályát választottad, hanem a Dobutcát. Dobutcát. Figyelj! Meg a szinkronist, tehát a pannónia még volt akkoriban. Éjszakai szinkronizálások. És ott mit csináltál? Hát a bátyát sokat szinkronizált egyébként, még ma is sokat lehet hallani. Ilyen gyerekfejjel jött velem együtt hangstatiszta, meg úgy összeírtuk a szerepét. De nem a Hófehérke és a Hét Törpében te voltál a kuka, mert ugye... Kamarás Anyu volt a főszínész szervező, és neki is segítettünk. Mert tudod, van olyan sztori még a Pannoniából, hogy csinálták a magyar hangját a Hófehérke és a Hét Törpének, ismered a történetet. Elmeséled, vagy mesélj a nézőknek? Bízik a fantáziát. Hát semmi át, és ott ült mind a hét színész, és
a kukára kiosztott emberke, meg reggeltől estig ott ült a Pannoniának, a büfé, nagyon jó büféje volt egyébként, és szélesen jártunk oda, és akkor a hetedik napon, vagy nem tudom hány napig, ott is úgy hívták a felvételket, egy forgatás, és beforgatták a színészeket, nekem furcsa is volt, amikor egy szinkron színésszel csináltam interjút, és azt mondta, hogy beforgattak, hát na jó, mindegy. Egyébként ma is úgy hívjuk a felvételkészítés, forgatás, és mindig azon nevetek, hát már semmi köz a forgatáshoz, hiszen számítógép rögzíti a kamera ezekre a lemezekre, vagy éppen egy ilyen csipre az egészet, és még mindig forgatni megyünk, milyen érdekes, ugye filmforgatás, amikor még kézzel hajtották a filmet, és akkor a hetedik vagy nyolcadik napon azt hiszem a Kohut Gyuri bácsi az volt ott a fő gyártásvezető dohányán, és megkérdezte, hogy elnézést, kollega úr, ön melyik produkcióra vár? Azt mondja, a Hófehérkés a héttörpére diszponál Gyuri bácsi. Hófehérkés héttörpére. Hát az már mindjárt kész a film, magyar hangja. Hát magát mire diszponáltuk? Hát engem a kukának diszponáltak. Hát azóta se hívott senki, úgyhogy akkor nyugtass meg, hogy nem a kukát szinkronizáltad. De egyébként azon a folyosón voltak a rajzfilmesek. Ott kezdődött az ő folyosó részükön, meg a trükkpad, amivel fényképezték ezeket a cellulói lapokat, és én ott kaptam igazán kedvet a filmgyártáshoz, rajzoláshoz, képzőművészethez, és a későbbi pályám elején a rajzfilm rendezéshez. Azt nem mondott, hogy téged beengedtek, hogy készülnek a rajzfilmek, mert amikor én kezdtem a pályámat szintén egy ilyen táncostúdióban, és egy nagyon híres trükkfilmes dolgozott ott, az orvosfilmnél, és bizony az én Peti barátom, aki a Hétnek az első főcímű, tudod, az, amikor egybe megy a Hét című felirat, ugye egybe áttűnik, meg átúszik, ez egy ilyen emblemat, ezt ő csinálta, a Péter, és nem a Balaton Peti, hadd ne mondjak nevet, hogy melyik Péter, és már nem illik, és akkor én nagyon jóban voltam vele, és akkor besettenkedtem hozzá a kis barlangjába, és akkor mondta, hogy kérdezte, hogy mit keresek ott, mondtam, hogy hát szeretném ellesni rajta. Nem tudtam, hogy készül. Hát ugye, és ott láttam nála a Péternél a celleket, ezeket az átszálló lapokat, és akkor ezekre rajzolják a fázisokat, és akkor ezeket veszi föl kockánként a kamera, és így mozdul meg az álló ábra. És mondtam, hogy hát hadd nézzem meg, hát én úgyse leszek rajzol, mert két oldali botkezem van. Hát aztán mondta, hogy jó, rendben van, ha most kimegyek szépen, és halkan becsukom az ajtót, akkor majd egyszer elmagyaráz, hogy készülnek ezek a dolgok. Aztán egyszer jó kedvében találtam, és akkor tényleg elmagyarázta, és akkor tudtam, hogy neked szerencséd volt egyébként, mert téged beengedtek, és akkor mutatták, hogy hogyan okosgatják ezeket a cellapok, úgy hívták, hogy cell... Kunc Román volt, a Nepdodi, Nepi Józsi bácsi, igen. A Kunc Román az meg arra gondolt, a Kunc Románra, aki gyártásvezető volt, igen. És később volt ugye egy társ intézmény, a filmlaboratórium, a Pannonia mögött volt jóformán, csak a másik párhuzamos utcában, Budakeszi úton. Nyári munkára aztán oda kerültem a trükkosztályra, és onnan kezdődik az én filmes, illetve képzőművész pályafutásom. Jó, akkor most itt állunk, és egy kis kikapcsolódásként meghallgatjuk ezt a saját szerzeményi dalocskát. Valóban egy létező ember volt a Naphetéri motorkirály, iszonyú jó motortrükköket csinált. Ez komolyan? Komoly. És nekem nagyon tetszett, gyerekkorban mindig őt bámultuk, és valóban, ahogy a dal is elmondja, hogy milyen emberré vált. És ő hallott ezt a dalt? Nem, sajnos nem. Vagy hála Istennek nem. Ebben van egy történetem. Persze az. Nagy László a zseni költő. Megzenésítettem a Kiviziát, a Szerelmet. Én bemutattam neki, aztán mondta, hogy... Mit, a Szerelmet? Ezt a dalt. A dalt, elnézést. Látszik, hogy késő van, meg hétvége, és az ember itt már mindenféle... Létem, ha végleg lemerül, ki imádni csak hegedűt. Van egy ilyen híres vers. Kiviszi át fogában tartva a Szerelmet a túlsó partra. Egy nagy szlógenje, ezzel végződik a vers. És Nagy Lászlónak. Igen. Megzenésítettem, bemutattam neki, nagyon tetszett, és mondta, hogy majd lesz valamilyen műsor, valamit úgy szervezkedett, csak meghalt.
Jó, hát vannak ilyen technikai problémák, de most akkor a motorkirályt hallgassuk meg. De már lehet, hogy nincs meg a motorkirálynak. A motorja, ő megvan, nincs, lehet, nincs. És ott ül, néz téged, és mindjárt megcsördül a telefonod, hogy na de Laci. És többször jártunk a bátyámmal ilyen zenés irodalmi esteket tartani, és mikor volt egy-egy ilyen baki színet. Ez már hozzátartozik a műhöz, ez a kaparászás? Igen, jó, beallatszik, örülnek a hangbendökök. Ezt én is meg tudnám csinálni. Várj, hát akkor taníts meg engem. Egyszerűen nagy véghúzod a körmödet. Jaj, hát hú. Beindul a motor, és akkor belecsapsz. Ja. Szöngyedivet görg a bát. A csőn a drágon csillag, ha berúgod a képet, a benzinközben élvezed a hegus kanyar dallamát. Átna fésű, sűrű haj, a fars ebben a fléső, a szagyodban a pészlé, a nyeletben a csajzi, tűzöl, mint a tűzmadár. Az a nap egy téli motorkirály, a kedves neje oldalán szomorúan áll. A nap egy téli motorkirály, a haverokra többé soha nem tudál. A nap egy téli motorkirály, álmaiban mindig a csillagokig száll. Nap egy téli motorkirály, a zöldségeshez ma már ő is gyalogjár. Kipördül a fényes nap, egy Hondán zúg az álom. Eljössz te erre, és akkor veszed észre, a feleséget szorítod csak. Na a suknén áll a gép, a gyerekre csak játék. Töröld le a port, és vedd ki a motort, hogy eltemessék te mellé. Az a nap egy téli motorkirály, a kedves neje oldalán szomorúan áll. A nap egy téli motorkirály, a haverokra többé soha nem tudál. A nap egy téli motorkirály, álmaiba mindig a csillagokig száll. Nap egy téli motorkirály, a zöldségeshez ma már ő is bottal jár. Hát elnézést, nap egy téri motorkirály, akkor tényleg ebből... Tényleg szegény, ilyen kis görnyed hátul kis pasika lett belőle, és úgy járt le a zöldségeshez. A kezek szerint a nap egy téren laktatok. Aján, vagy az a Krisztina városban, a Mészáros utca. És akkor a nap egy téren följártatok. És jártunk oda föl rendszeresen hintázni, focizni. És ott csodáltátok ez a srác. Akkor még srác. Na jó, hát ott tartottunk, hogy akkor elindult a művészi pályát, a Pannonia Filmstúdió büféjében. Kaszinó tojások isten. Hát meg a szendvicsek, ja, emlékszel? Hát szóval az... De azért tegyük hozzá, hogy az nem volt olyan egyszerű bejutni a Pannonia büféjébe, mert azt hiszem rendész volt. És akkor, bár nem volt olyan szigor, mint a Magyar Televízióban, úgyhogy mindig hivatkoztunk valakire, hogy a dr. Márkus Évát szeretnénk meglátogatni. Nagy volt, ja, dr. Márkus Évát, persze, jó, akkor menjetek csak föl, és akkor balra 8. ajtó, és akkor persze, hát nem mertünk mi a nagyasszony szem elé járulni, úgyhogy megálltunk a büfénél, és akkor ott jól belakmároztunk. Meg aztán hát a filmlabor az tényleg csodálatos volt. Na és annak a trükkosztálya, meg az egésznek a... Úgy képzelj el a kedves néző, hogy ez volt a technikai de bázis egy picikét azért éreztessük a nézőkkel, igen, hogy a mi szakmánk az nem úgy működött, hogy hol a Pannonia büféjében reggeliztél, aztán átsétáltál szemben a filmlaborba, hanem gyakorlatilag úgy hívják az urat, aki vezette a filmlabornak a trükkosztályát, hogy Szobrász Andris, illetve Szobrász Bandi bácsi, nekem is Bandi bácsi, persze, hát nálunk 30-40 évvel volt idősebb, egy magas, hosszú, nagyon szigorú tekintetű, szemüveges, igazi úriember volt még a Kádár időkben is. És egyébként, ha már Kádár idő, bocsáss meg, említsük meg,
hogy ő volt a filmbabornak a pártitkára. Azt nem tudtam. De. Nem mondott komolyan. Volt, na, hogy eltaláltam? De egy nagyon, hogy mondjam, egy... Igazi úriember volt. De az akkori, hát nem tudom mennyire volt kemény, utólag visszatekintve a kádári időkre, akkor még volt egy olyan kemény vonalas időszak, nagyon is lezser és széles látókörű pártitkár volt. Uh-huh. Fél egyébként kitűnő operatőr. Igen. Szobrász András néven, igen. És hát ugyanúgy néz ki, mint a papa. Uh-huh. Úgyhogy az Andrissal én... Sőt, időben azt hiszem, hogy ő is vezette, ez már a 90-es években volt a trikkosztályt. A fia? Igen. A kis Andris? Meg kitűnő operatőr lett, hiszem a Magyar Televízióban dolgozik most is. Amikor csináltam az első reklámfilmet, a Gabi Fluor Fokrém, később aztán a Bontott Csirkét, ő még ilyen kisfiú volt, és járt be az elhasznált, vagy fölvett rajzokért. Aha, a cellekért. Igen, cellekért. Azokat le most és akkor újra használta? Vagy? Nem, hanem gyűjtötte meg. Érdekes volt egy gyereknek, hogy hát, na de azért áruljuk el, hogy... Abban az időben, szóval ezek a cellapok, ezek így néznek ki, igen. Csak a kevésbé tájékozott nézőknek mondom, tehát kb. Ekkora nagyok, igen. És nyugati importból lehetett csak kapni, igen. Tehát iszonyú kincsek voltak ezek, úgyhogy, és méregdrágák voltak, úgyhogy még a Pannóniában is használt cellekeket használtak, igen. Tehát megvettek mosni, egy, úgy bizony a fiatal tanoncok lemosták, igen. És újra felhasználták. És később, amikor a Walt Disney-nél dolgoztam, akkor kérlek szépen, nagy dolog volt, hogy én tudtam behozni cellt, egy ilyen doboznézét, és azon sokáig azon dolgoztam. Mondok egy más pletykát, de biztos te is ismered. Ugye Nagy Csindadrattával készült ifjú korunkban a Hugo a vízilótán, emlékszel. Igen, igen. És a Roger Moore volt az egyik producere. Igen. És a kollégák ugye így tömebb éve kapták a celleket, és kérdezték azt a Roger Moore-tól, mert szinte minden nap bejárt a Pannóniába. Hát akkor volt ilyen nők bálványa, kedvenc, igazi szép fiú volt, meg hát szimpatikus pasas is volt. Úgyhogy és kérdezték a fázisrajzolók, hogy elnézést, Moore úr, a cellekkel el kell majd számolni a végén, vagy le kell mosni, és akkor nézett rájuk a Roger Moore, mire van szó, mit beszélnek ezek? Hát nem is értette. Szóval nem is értette, hogy miért kellene, hát szóval ez úgyhogy kidobantó dolog, mint egy papír. Úgyhogy, hát így szerettél be te is bele a rajzfilmgyártásba. De valami reklámfilmekről emlegettél. Abban mit csináltál? A Banda Csirkében a storyboard, ahogy ma mondanák azért a szakmában. Látod, hogy csak úgy... Szóval a német nyelvterületről most átmentünk az angol nyelvterületre. Igen, mert a filmszakma az tele van végül is német. Az csak német volt. Hát angol szavak nincsenek. Most kezdenek bejönni az angol szavak. Múltkor jön az egyik régi kameraman ismerősöm, barátom, és nagy akart lenni, és mondta, hogy mondom, hogy mit csinálsz? Nagyon tehetséges egyébként a fiú, sokat szerettem vele dolgozni. Nem az Andris egyébként, akit emlegettél, az ő nevét sem mondom el, és a Focus Puller vagyok, mondom. Ez igen. Na és ne haragudj, az micsoda. Szóval ebből is látszik, hogy most a... karaktáros logisztikai menedzser. Vagy a munkaügy is, hogy hívják, ma nem tudom. Humán pszichológiai urológus, vagy mit tudom én. Szóval, és nézett rám, jelentőség teljesen, hogy ő már Focus Puller. Na most elárulom a nézőknek. Ez nem jelent más, mint az operatőr mellett húzod az élességet. Szóval élesítesz, ha neki ma a harmadik keze nem működik, mert egy operatőr, a jó operatőr a síva egyébként, tehát az egyik kezében fogja a svenkart, a másik kezében meg a variót, a harmadik kezében tartja a fehér botot, mert az az igazi,
és a negyedik kezével meg az élességet is tudja húzni. Hát ez nem megy, mert csak öt keze van, akkor jön a fókuszpuller. Jó, menjünk tovább, és akkor a Szobrász Bandi bácsi megengedte, hogy ott mosogasd a celleket, vagy hogy történt ott a karriered? Orbán Karcsi mellé lettem beosztva. Na, pillanat. Egy nekem egyértelmű, hogy az Orbán Karcsi. Várjatok, a sztori, az időrendben, kronológiában, latin szót vagy görög szót is mondjuk. Igen, hogy még kevésbé értsék a beszélgetést. Krónosz idején. Krónosz az idő. Nyári munkán 73-ban a Vörös Gizi mellett dolgoztam a filmlabor trükkbe, ilyen kis samesz. Na most a Vörös Gizit, azt hiába emlegetted, azt nem ismerem. A trükkről tudni kell, hogy a trükkrajzot úgy értik, hogy van egy gőzmozdonyról szóló film, és hogy hogyan működik belül, azt a trükkrajzoló megcsinálta, mint most a számítógépes trükk, csak akkor még nem volt számítógép. Hát egyet, ahogy előbb elmagyaráztam kedves nézőinknek, hogy Abodi Béla mondana a Verébis Madár című filmben, elmagyaráztam, hogy lássák, hogy mennyire művelt vagyok. Film. Filmben is, tehát gyakorlatilag, hogy cellekre rajzolták a fázisokat, és azt kockánként vették fel. Hát ez most a számítógép, tehát megnyomsz egy gombot, éjjel egy órakor és fél kettő, akkor már készen van egy 40 részes filmsorozat, ami most nem akarok arról vitát nyitni, hogy jó vagy nem jó, de azért... és most halkan mondom, vannak ilyen régi panóniás ős rajzfilmek fönn a YouTube-on. Igen. De halkan, mert nehogy letöröljék, mert nagyon sok film fölkerül a YouTube-ra, magyar film, és egy pár napig fönn van, aztán valamilyen rossz indulatú kéz letörölgeti. Féltékenység valószínűleg. Hát nem féltékenység, itt ugye az az igazság, hogy ugye a művészek azon gondolkodnak, hogy, és ebben a rendszerváltáskor volt nagy vita, mert ugye mindannyian állami alkalmazottak voltunk. Na most ugye akkor megakadtak a különböző szakmai szervezetek, HSC, meg BSC, meg ASC, meg mit tudom én, és akkor kitalálták, hogy jó lenne, hogyha a filmek után jogdíjat is kapnának. Csak akkor mondták, hogy na jó, de hát akkor megkaptátok a fizetéseteket, meg a gyártási portlékot, akkor most mit akartok 30 év után, amit tudom én, a megöntözött, emlékszel? A megöntözött öntöző után is, ugye ez volt ugye az egyik első film, és jogdíjat, és akkor, tehát nyilvánvalóan itt is jogdíj problémák vannak, meg voltak, mert a rendezők, akik ugye... rendezők szeretnének ugye a filmjeik után jogdíjat kapni, de hát ez végül is nem is igazán az ő filmjük, mert őket kifizették. Persze. Akkor ma úgy mondanánk, az adófizetők pénzéből készültek ezek a filmek, és például a Ripacsok című film a kedvencem, sokáig fönn volt a YouTube-on, aztán most egy pár hónapja nincs, és ugye az nagyon aranyos volt mindig, hogy Sándor Pál filmje például a Ripacsoknál is ott van, de hát ez végül is csak annyiban az ő filmje, hogy ő rendezte meg, beledolgozott a forgatókönyvbe, de hát a mi pénzünkön készültek ezek a filmek, és megvették tokkal, vonóval, joggal, mindennel együtt, kifizették az alkotókat, nem is rosszul, mert akkor a filmjában nagyon jól lehetett keresni. Jaj, hát gyártási pótlék. Hát igen, volt gyártási pótlék. Igen. Az ottani büfékocsisnak a tartozását, ha megnézted volna, mennyire tartoztak éjszakai forgatás után. Úgyhogy azért... Nem, azért, de most, hogy mondod egyébként azt a jogdíjat, hogy volt nekem egy filmplakátom, szerzetesek géppisztolya, egy nagyon jó kis olasz film, amihez csináltam egy plakátot a Moképp részére. Eltelt, ez volt 84-ben. Azt a Moképp nevet van még, aki ezt ismeri? Nem. A fiatalabb nézőknek magyarázd már el. Tehát gyakorlatilag ugye a régi Átkosban mindenből Null Einstück volt, vagy a művelt francia mondana egy darab volt, ugye egy hanglemezgyár, egy filmgyár, egy televízió, egy rádió, és volt egy filmforgalmazó cég, és ezt Moképnek hívták. Ma ugye 3000 van,
a választék szerintem jóval szegényesebb, mint a maképp idejében volt, mert ugye a maképp igaz, hogy 2-3-4 éves késéssel, de azért a jó filmeket behozta. Ez legyen osztrák, svájci, hogyan csináljunk svájcit, az egy emlékezetes film a fiatalkorunkból, és én nem hiszem el, hogy a Svájcban azóta se készült egy darab film sem, szóval kérdezném én a 300 független forgalmazótól, hogy miért nem láthatok én 100 éve egy svájci, vagy egy hát hogyne, de vagy... És egy jó francia film hol van? Hát a Galmon az ma is dolgozik. Hát Franciaországban nagyon komoly leszem, évi 70 darabos filmgyártás. Hát miért kell nekem csak amerikai filmeket néznem? Pardon, rosszul, észak-amerikai filmeket néznem. Úgyhogy tehát a maképp forgalmazta ezeket a filmeket, és akkor de hogy is jutottunk a maképhez? A plakátok. Ja, és akkor a maképp rendelte meg a filmekhez a plakátokat, igen. Plakát, nagyon jó kis rajzos, kis aranyos kis plakát volt. Elteltek az évtizedek, múlt évben kaptam egy telefont, hogy maga a Barkai László, mondom én. Maga csinálta a szerzetesek géppisztolya plakátját, mondom én. Azt mondja, én egy árverési háznak a izéje vagyok, 800 ezer forintért elárvereztük a maga. Jó, és maga, akkor tessék befáradni a pénzért. Jó, tessék, és mennyit kaptál a végén? Nagy dicsőség ez magának, de magát akkoriban kifizették. Na hát ez a szerzői jog. Jó. És akkor még telefonált. Kár volt a telefonpénz. Na figyelj! Ez a szerzői jog. Hát igen, szóval... De valóban kifizették. Hát... Kellemes pénz volt. El lett adva minden, meg a kutya gondolta volna, hogy jön egy rendszerváltás, és akkor majd nekünk még szerzői jogaink is lesznek. Dehogyis, hát örültünk, hogy éltünk, és dolgozhattunk, és felvevőt láthattunk a kezünkben, már csak áhítozott erre, és akkor eszünkbe nem jutott, hogy majd egyszer lesz egy rendszerváltás, és akkor majd benyújtjuk a számlát még egyszer, meg harmadszor, meg negyedszer, meg ötödször. Viszont még voltak ezek a kazetta hamisító, emlékszel rá, amikor bejöttek a videokazetta kölcsönzők, igen. Még igen. Volt a Hősök terén egy ilyen nagy népünnepék, a padödő és a többi. Ja, a hangkazettákat, egy nagy úthengerrel, igen. És meg már mindenki. Hát, igen. Hát, hogy örülnének a magyar meg a külföldi emberek, hogyha még mindig vennék a kazettákat, igen. És abból azért egy kis apró pénz mindenkinek jutott, apró idézőjelben mondva. Na jó, foglalkozunk most az öltözékeddel, mert most így, ahogy beszélgettünk a rajzfilmgyártásról, az, hogy az én monogramomat hordod, az rendben van, hát majd az adás után megnézzük a BP, ugye Bródi Péter monogram, aztán adás után megbeszéljük ennek a jogdíját. Tudod, hogy én szerény ember vagyok, 6-7 számjegyű nullákat szeretem mindig, úgyhogy biztos, hogy meg tudunk állapodni. Viszont ez az egér ismerős, ez nem a macskafogóból van, de miért van ott a BP? A macskafogó főnököt nem? Van egy ilyen márkájú divatáru üzlet Budapesten. Nagy divat a gyerekek között, a fiatalok között, hogy ilyen holmikat spéci kézzel készített, nagyon alacsony példány számban megjelenő póló, trikó, sapka. És akkor a BP az azt jelenti, hogy Budapest Shop. Hogy Budapest Shop, jó. Tehát nem az én monogramomat hordod, és jó. De hogyha oda mész, mondjuk a Budapest TV elé... Hát de hát Bródi Péternek hívnak, hát ez az én monogramom, úgyhogy... De a tiszteletedre... Jó van, Lacikám, rendben van, látom, hogy érted a tréfát, igen, hogy direkt az én kedvemért vetted föl. Jó, na, akkor most itt megint abba hagyjuk a művészetről szőtt álmaidat, elhagyjuk a Pannonia büféjét, most már úgyis éhes vagyok, és voltam akkor... Voltam a TV büfében is. Az se voltam rossz, a Szabadság téren bizony. Nem volt, egy nyáron keresztül dolgoztam. Na, azok a szalámi szendvicsek. Figyelj! Jaj, na inkább gitároz, aztán jó, majd gitároz. Folytatjuk. Na. Folytatjuk valami következő büfénél. Másik kedvem. Még az a szerencse, tudod, hogy ránk néznek, hölgyek, urak, mindig azt szoktam mondani, még az a szerencse, hogy nem szeretünk enni, ez látszik rajtunk. Igen. Tehát büfétől büféig mentünk.
De egyszer szerepeltem a Friderikusz műsorán. Szabad itt a nevét kimondani? Hogyne, itt minden szabad. Még a Friderikuszét is. Hát ha csak nem fog tiltakozni, mert egyszer engem fölhívott a Friderikusz, és ugye többek között a Kiszeltünde is nálam kezdett. Igen. Nálam kezdett a világkodító útjára, és egyszer nem tudom, hogy szereztem meg a telefonszámomat, vagy felhívta a nem titkos egyébként a számom, bárkinek elmondom, hogy mondja a dal, magának, titkos a számom, de magának megsúgom, és akkor most mondja, hogy ugye ő mindenkivel magázódik, nem tudom, tudod-e. Tehát erre a szakmára az a jellemző, hogy mindenkit elkezd mindenkit. És ugye kedvenc filmemben az Amerikai Éjszakában, hogy a gyártásvezető, biztos láttad, és vagy. Hogy a gyártásvezető felesége helyszínről helyszínre kísér a gyártásvezető, nehogy probléma legyen. Aztán a végén kiborul, azt mondja, hogy micsoda szakma ez, itt mindenki tegeződik. És nem tudom, amit akartam ebből kérdezni, a tegeződésből. Ja, Friderikusz. És Bródi úr, mondom, igen, jó napot kívánok. Maga hogy képzeli ezt a Kiszeltündét? Hát ez valami őrület, hogy ez tévéképernyőre engedi. Hát elnézést kérek, hát a Kiszeltünde egy nagyon aranyos, kedves, bájos nő. Hát jó, hát Istenem, hát ízlések és pofonok, de hát most na, de akkor is kérem. Úgyhogy ezzel véget ért az első beszélgetésünk a Friderikusz úrral. Aztán pár évvel később adott nekem egy randevút a valamelyik nagy budapesti szállodában, mert éppen akkor éppen nem volt televízió, ahová tudott volna menni, és akkor úgy volt, hogy elszegődik hozzánk, de hát és akkor hoz mindenféle érdekes műsorokat az ott Amerikából, csak hát egy baj volt vele, amikor a költségvetését megmutatta nekem, akkor hogy is mondjam csak, szóval enyhe fejfájásom lett, és kérdezte a Friderikusz úr, hogy mondja, Bródi úr, rosszul van? Nem, Friderikusz úr, nincs semmi probléma, csak itt a nullákat nem tudom, úgy a papírlapról valahogy lecsúsznak, de tényleg kitűnő műsorok voltak, lettek volna, és de nagyon drágan adták volna a jogdíjat, tehát nem amerikai. Amerikából hozta ezeket a Friderikusz, és hát a legnagyobb sajnálatomra, hát azt mondom, hogy valamennyi magyar televízióban előfordult ő már, és úgy láttam, hogy az egyikben sem tudtam ezeket megvalósítani, mert szerintem az ottani főnök, nálunknál gazdagabb televízióknál is gondolom a szívükhez kaptak a nullák láttán a főnökök, de én nagyon drukkolok neki, hogy mert legalább 10, tényleg kitűnő műsorületet, nem mondhatom el, mert nyilvánvalóan hát egyiket, másikat meg tudja csinálni a Friderikusz, de gondolom, nálunknál gazdagabb televízióknál is gondolom, hogy kicsit rosszul lettek a főnökök, amikor meglátták a jogdíjak összegét. Persze dollárban természetesen. Hallgassunk egy kis zenét. Elmesélom a kedves nézőknek a kálváriámat. Úgyis itt a Kálvári utca szomszédban. Egy jó tanács uraknak, hölgyeknek. Sose nősüljenek. Elvettem egy nagy szájú nőt november vége táján. Már úgy untam az életemet meg őtet, mert a szó úgy dőlt a száján. Húztam a jármat szüntelen, hogy majdnem tönkre mentem. De felderült ma életem, mert hogy meghalt a szentem. Basszunk 24 éven át, voltam a hites férje, na végre már, hogy hajóra szállt, nagy gondban voltam érte. Csak azt tudnám most merre jár, hízelgés nélkül szolvát, mert akit úgy elkerülnék, nincs még egy oly baszorkány. Lehet, hogy lent van ő, a villámlás tanulja, de az is lehet, hogy felkerült, mert a pokol sem bírja. Csak azt tudnám most merre jár, hízelgés nélkül szólva, mert akit úgy elkerülnék, nincs még egy gyógy.
Nincs még egy oly, ki nem mond? Nincs még egy oly baszorkán. Csak nem házasság ellenes vagy. Édesapám tanított meg arra 50 évi remek házasság után, hogy fiaim, sose nősüljetek, mondta ezt a bátyámnak meg nekem. Akkor... Bátyám aztán megnősült. Én úgy tudom, hogy neki volt családja. Igen, volt családja, volt egy gyermeke, illetve van egy unokaöcsém, és hát nekem meg nem sikerült megnősülnöm, bár nagyon szép szerelmeim voltak. De valahogy érdekes módon valahogy nem. Igaz, hogy görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy művész ember a szabad ember, tehát olyan nagyon adminisztratív módon megkössele magát. Tehát ilyen házasság levél, vagy ilyenek. Jaj, hát... Ja, arról nem beszélve, de egy gyerekkori élmény, hogy édesapám, mint polgári bíró... Hol dolgozott egyébként? A Fővárosi Markó utcában. A Fővárosi Bíróságon volt? 44 a Markó utcában a híres Balakai tanácson az övé volt. Hát hála tárgyal. Istennek... Még a Torgyán is ott tárgyalt meg. Hála Istennek nem volt apukával dolgom. Nem baj, de szóval egy a lényeg, hogy... Majd lesz te volna, ha szegénykém. Gyerekkoromban, amikor otthon ő a pereket úgy tanulmányoztam, egy két jó, hazavitte egyébként. És otthon készült, nagyon lelkiismeretesen a következő napi tárgyalásokra jegyzetelt, tépelődött fel alá, sétált a szobába. De egy a lényeg, hogy én gyerek beleolvastam az ilyen válóperes, meg örökösödési jegyét. És elment az összes polgári ügytől elment a kedved. Na jó, Lacikám, tehát ott tartottunk, hogy akkor a világot jelentő celluloid szalagokat átnézted, vár. Tehát ott tartottunk, hogy filmlabor, igen. És akkor utána hová vezetett a pályád? Filmlabor közben én fölvételiztem. Először az iparművészeti főiskolára adott, nem sikerült háromszorra bejutni, mint reklámgrafikára, a reklámgrafikus szerettem volna lenni. Illetve akkor még nem volt ilyen rajzfilmrendezői képzés, hanem gondolom, hogy a rajzon vagy a főiskolán keresztül, majd onnan később visszatérve szerettem volna rajzfilmet rendezni. Hát akkor visszamentél volna a Matolcsi Gyuri bácsihoz, a Pannoniába. Vagy a szobrászékhoz a filmlaborban. Ott már kialakulóban lett volna számomra egy nagyon jó kis film. Egyébként ne haragudj, hogy közbevágok, mint eddig nem vágtam volna közbe, de a szobrászék milyen trükköket csináltak? Ugye a Pannoniában készültek a rajzfilmek. Igen. De a Bandi bácsék, ezt sose érted, és úgy 30 vagy 40 év után, hadd kérdezzem meg, hogy elsősorban optikai trükköket csináltak, felnagyításokat, fekete-fehér filmből színes filmet, az is egy különleges dolog, hogy kell átmenteni a mert meg, én onnan ismertem meg a Bandi bácsit, hogy nekem volt egy lényeltes filmem a szerződés, és hát ma mosolyogunk ezen a dolgon, hiszen ott a feliratozógép, és percek alatt ki lehet valakinek aláírni, hogy mit tudom én. Schmasserman Arzén, öreg és válogat, pozitív nyugdíjas, igen, és akkor ez nagyon nagy szó volt, és akkor fölmentem a Bandi bácsihoz, bemutatkoztam illemtudóan, és mondtam, hogy szeretném, hogyha szereplők alá. Egyszer-egyszer oda kerülne, hogy Gipsz Jakab, ének és gitárművész. És mondta Bandi bácsi, hogy na de Péter, akkor olyan 20-ány éve zöldfülű kölyök lehettem, ezt hogy gondolja keskeny filmben, 16 mm-esre forgattam. Hát mondom, Bandi bácsi, nem tudom, de hát ezt nem lehet megcsinálni. Mondom, Bandi bácsi, ez az egyik első filmem, nagyon jó. Tessék megnézni, és ha úgy találja, akkor nagyon szépen kérném a segítségét, hogy ezt úgy csinálják a feliratot, eláruljuk a nézőknek, hogy ez hát, hogy egész egyszerűen az emulzióba, mármint a filmnek a hogy mondjam ezt magyarosan. Szóval jó, hát tehát gyakorlatilag ezen tehát van egy hordozó réteg, és ezen van egy emulziós réteg, és ezen keletkezik a kép. Ebben keletkezik, vagy ezen keletkezik ez a kép. Kristály, kicsapódnak az ezüst kristályok, de ez nagyon bonyolult, most így hajnal felé, ma nem menjünk bele ebbe a dologba.
mert akkor... A filmlaborban dolgozott nálunk egy néger srác, ilyen tanuló. Igen. Ő volt a fénymegadó? Nem. De olyan is van. Volt, persze. Na, azt se tudják a nézők. Nem. De most ezt nem föl kell magyarázni. Már régi cégmesterségekről beszélünk a múlt századból. De most is van még fénymegadás. Azt mondták a gyerekről, hogy szegény fény kapott. Igen. Volt egy gyártás vezetőm, és csináltam egy orvosi filmet a vérátömlesztésről. És akkor én dokumentumfilmesként nagyon sok munkám volt, meg rengeteg díjat nyertem, és ez egy szakmai film volt, és hát nem nagyon fülött a fogam a vérátömlesztés film befejezéséhez. Úgyhogy elég nagy monumentális alkotás volt vagy 20 perc, elkészült egyébként a végén, de azt mondta a gyártásvezetőm, hogy ez is úgy készül, mint a Négerek az Alagútban című filmsorozat, 33 ezredik epizódja, szóval voltak ilyen dolgok, de hát aztán végén elkészült a film, és egész jól sikerült. Még a televízióban is bemutatták, úgyhogy nagyon büszke voltam erre is, de a szerzésre különösen. Na a lényeg, hogy Bandi bácsi azt mondta, ezt nem lehet megcsinálni, mert a keskeny film az pici, a normál film meg ilyen széles, szétfolyik az emulzió, és ábrándozok arról, hogy írjam a színészeknek a nevét. Na, Bandi bátyám, nézze meg a filmet, és ha úgy találja, akkor nagyon szépen kérem, hogy csinálja meg nekem. Jó fiam, 2 hét múlva gyere fel, megbeszéljük a dolgot, de szatyrot hozzá. Hát azt jelentette, hogy a filmet nyugodtan szatyorban elvihetem ott a Budakeszi útról. Na, akkor még nem volt kocsim, hát buszoztunk a világ végébe. És 2 hét múlva felmentem, és mondta a Bandi bácsi, hogy Bandi bátya, mi a döntés? És hogy a fiacskám, miért nem mész az expedícióba? Az volt a filmátadás. Ha készen van a filmet, föliratkozva van. Mondom, hogy... Mondja, miért? Megnéztem a filmet, azt beszéltük meg, hogyha tetszik, akkor megcsinálom. Ennyi, és akkor fizess ki, és vetíz Isten hírével. Úgyhogy hát rakatnyi díjat nyertem vele. Úgyhogy ilyen volt a Bandi bácsi, hogy azért mondtam neked, hogy én nagyon kemény, kitűnő szakmai embernek tartottam. Te mondtad, hogy tényleg ilyen megengedő pártitkár volt, de valóban vaj szíve lehetett, mert én ma nem tudtam, hogy köpni vagy nyelni, nem tudok, szóval azt hittem, hogy megint elő kell adnom, hogy ez lesz, meg az lesz, meg amaz lesz, ha megnézi a filmet, akkor hajlandó vagyok, akár még egy tábla csokoládét is beinvesztálni a megvesztegetésbe. Fiacskám, még az expedícióba. Vedd át a filmet, fizess ki a pénztárnál. Igen, de és... azért hagyj említsük meg, hogy ez a fajta generáció, ez még valóban a régi szakmát tanulta. Tehát ahogy mondani szokták, a szamár létrát végigjárt. De egyébként mai vén fejjel, és hogy mennyire jó szakember lehetett a Szobrász András, az idősebb, mai fejjel igaza volt egyébként a Bandi bácsinak, mert az emulzió ebben a kis keskeny 16-os filmben tényleg szétfolyhat. Hogy ő mit csinált a maga szakmai trükkjével, hogy tökéletesek a feliratok, még ma is megvan a film, és véletlenül én nem is tudom, hogy létezik az, hogy ebben a televízión véletlenül többször is láthatták azok a kedves szerencsés nézők, akik kifogták ezt a filmet, de teljesen véletlenül, szóval gondolatot semmi ráhatásom nem volt, hogy ezt a filmet vetítsük. Hát szóval protekcionizmus nincs Magyarországon, szóval egészen ismeretlen fogalom. Jó, na szóval ott tartottunk, hogy Budakeszi út, utána föl a... Képzőművészeti főiskolára, amit én elvégeztem, és visszakerültem a Budakeszi útra a trükk osztályra, hogy majd én fogok szépen... Ja, a Bandi bácsi az visszakéretőztél. Akkor még divat volt, nem tudom, hogy hívják a mai fiatalok, mennyire értenek hozzá, társadalmi szerződés, vagy társadalmi ösztöndíj. Hogy fölvesznek a főiskolára, de nem a főiskola adja az ösztöndíjat, hanem a filmlabor fizeti a tanulmányait. Igen, ez volt annak idején. Hát ma azt hiszem ez nem létezik. Szóval a filmlabornak voltál az ösztöndíjasa a főiskolán. Még hülyéskedtek velem a főiskolán, hogy jé, eladtam magam a filmeseknek.
Na hát, ez a balkai... Akkoriban a művész azt csinálta, hogy behúzódott így a műtermébe. Mint Rodin gondolkodója. Eszébe jut. Nem az, hogy már van munkája. Na jó, jó, de hát ugye azért ne felejtsük el, hogy annak idején megrendelések is voltak. Szóval aki elvégzett egy ilyen egyetemet, vagy főiskolát, szóval azért az... Hát ma is rangja van, csak az a baj, hogy... Hát ma csak erkölcsi rangja van, mert ugye szegény művészeket kieregetik onnan, aztán hát akkor tele voltak állami megrendelésekkel. Szóval minden köztéren szobor volt, meg minden intézményben szobor volt. Ma meg hát nem tudom, hogy jutnak megrendelésekhez, szóval... De ez egy másik... Hát magamról sem tudom sokszor, hogy jutott megrendeléshez. De most mivel foglalkozol egyébként, ha már így a beszélgetés vége felé járunk? Zenével, zeneivel... Miből élsz? Nem vagyok az adóhivatal, de miből tengeteg? Közmunkából. Csak a közmunkának a kulturális részéből, tehát hivatalosan, már papírforma szerint... Gerebézel egy kultúrház udvarában, kulturális gondolom. Kulturális közmunkás vagyok, és óriási szerencsém van, hogy nem a digitalizálni kell egy könyvtárba, hanem egy gyerekkori barátunktól kaptam egy olyan lehetőséget, hogy az ő rádió állomásán, a stúdióban szerkesztő riporter dolgozhatok. Illetve a fővárosi nagycirkusznak írhatok cikkeket, illusztrálhatok, tehát hál' Istennek elég színes és sokrétű. Mi van a fővárosi nagycirkusszal? Ez a gyerekkori barátom, a Marosi Antal, nyugodtan ki lehet mondani a nevét, a T-rádiónak a vezetője, ez egy internetes rádió, és egyben a fővárosi nagycirkusznak a sajtó főnöke is. Sajtófőnöke. Aha, és akkor időnként felkér cikkek írására. De ezek hol? Igen. Az interneten jelennek meg ezek a cikkek. Hát igen, mert írott műsorújságok, meg egyebek, azok megszűntek, azt hiszem, hogy egy-két kivételével. A cikkeket én illusztrálom is, tehát grafikát is készítek hozzá. Illetve, tehát ami a cirkusz honlapján olvasható, az BL néven a te műved. Balkai. Illetve ebben a rádióban pedig különböző riportokat készítek, riportsorozatokat, művészek művészemmel, így telefonon fölhívom mondjuk az Esztergályos Cilikét, elbeszélgetek vele, hogy két művész, hát én a fiatalabb. Már bocsánat, jaj, szóval ő a fiatalabb, én meg a fiatalabb. Igen, igen, nőnek nincs kora. Így van, kedves Cilike, szervusz, hogy vagy, milyen sablon. És akkor ezeket leírod, és vagy. Van egy másik aranyos műsorom az ajtók előtt, hogy fiatal szakembereket interjúolok, hogy mi az elképzelésük, mint a képletes ajtó előtt állva, majd ha kijutnak a nagybetűs életbe, mi az ő elvárásuk az élettel, meg a szakmával szemben. Uh-huh. Jó. Még annyit arról, hogy vidéken laksz. Dunakanyar. A gyönyörű Dunakanyarban, és van egy műterem lakásod. Igen. Na ebben mit szoktál csinálni? Éjszaka szoktam dolgozni főként. Mi nappal mit csinálsz? Nappal alszol és éjszaka dolgozol? Vagy... Nappal kirándulok, teszek-veszek a kertben. Nyáron gondolom elhajózgatsz a saját jaktodon. Meg az árral szemben. Húszom a Dunával főleg, és kertészkedem, és hát folyton jár a fejem valamit tervezgetek. Most beindítottam egy gyógyító színházat, daganatos betegek részére ez a hospice színház. Ha van föllépés, akkor el szoktam menni. Vagy például ide járok néha egy zenés műsorban közreműködni, vagy a rádió stúdióban, vagy pedig festek. Szóval eltelik a nap. És rajzolgatsz. Rajzolok, igen. Például most itt látok egy rajztáblát, és ahogy kedvenc filmrendezőm Alfred Hitchcock mondaná. Ha egy pisztolyt elővesznek, akkor el is fog sülni, akkor szerintem most a bal kéz rajzolni fog. Méghozzá bal kézzel, nem azért, hogy a kamera jobban lássa, hanem a balkai balkezes. Jól mondom? Jól, igen. Ne. Rajzolok valami nagyon egyszerű kis dolgot. Így csak ugye firka képpel. Ne firkáljál, hanem valami mit tudom én, egy szép portrét rólam.
Így van egy ilyen emlék. Azt nem lehetne? Azt is megpróbálok. Na, hát nem tudtam kiprovokálni a Balkaitól, mert ilyenkor azért azt szokták mondani a művészek, na de hát Bródi úr, mi hozott anyagból dolgozunk. Igen. Na, még helyessel is, ilyen barátom van nekem. Na jó, jó van Balkai, majd én is hajszolok rólad valamit. Nem csak egy ilyen valami egyszerű, aha, mint egy önarckép, hogy itt jártam, egy emlékkép. Jó, összemaszatoljuk egy kicsit. Hát ez már, igen, ez már az a stílus, amit annyira szerettünk. Igen. És akkor itt van ilyen karosszék. Száz Bandi bácsi volt, ez a nagy maszatolós. Nagy. De külön tévé műsorokban, hát mint most én, föllépett. Maszatolt, igen. De az Amerikában volt, és nem kevés pénzért. Igen. Úgyhogy hát itt meg nagyon messze van Amerika még. Még át kell itt a Józsefvároson kelned. Itt a Bródi ül a... Ja, ez én vagyok. Székben. Ó, igen. Ott a szép frizurája is, mint igen. Albert Einsteinnek. Látod, milyen szerencséd van, hogy nem mentem el tegnap a fodrászhoz? Ja, hát jó. Látod, most akkor milyen hajat ábrázol? De akkor megkönnyítettem volna a dolgodat, mert nem kellett volna hajat rajzolni. Legyen valami hangulat itt az estében, ugye régi gázlámpát rajzolok. Hú. Szeretem a régi romantikát. Romantika. Jó. Annak idején... S ránk süt a gázlámpa lángja, hátradőlünk, fölveszik a szemüvegünket. Itt a holz is. Ami sajtból van, mondaná a Bergendi. Vagy a Rózsi. Igen, föld is van. Fekete macskát. Bár már elmúlt a péntek 13. Hát az el, egy héttel ezelőtt. Hát csak úgy firkálgatok, tudod? Csak úgy firkálgatok. Most ne arra úgy, Lacikám, nem akarok megsérteni, de rendes képet nem tudsz csinálni, csak ilyen firkálgatok. De, most csak ez egy firkakép. Ja, jó. Én kedvemért. A műsoridő véges is azért. Csak azért, mert hogy teljen a műsoridő. Persze fogalmam sincs egyébként, hogy hanyadik percnél tartunk, mert én itt szorgalmasan integetek az asszisztenciának, hogy mutassa az időt, mert annyira elmerültem veled való beszélgetésben, hogy fogalmam sincs, hogy mennyi van még a műsoridőből, de hát itt hiába nézek az asszisztenciára, nem akarják mutatni, hogy mennyi időnk van még, pedig még annyi kérdésem lehetne. Na. Ez az enyém, ugye? Igen. De dedikálod. Ja, dedikálom, hát hogyne. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen. És mi a kép címe? Szerenád. Bródival a gázlámpa alatt. Jó, az se rossz holdfénynél. Hát ezt az, hogy mennyit fog érni ez 150 év múlva? Hát kívánom, bár az előbb beszéltünk ilyen jogdíjakról, meg... Ez jogdíjas lesz, ez biztos. Hogy nagy árverést fogunk itt a TV épületében tartani, és majd jön a kiki. Egyébként, ha festek, főleg pasztelképeket festek, szeretem azt a műfajt, Krúdi jellegű illusztrációkat. Nagyon szeretem Krúdit. Volt egy nagy élményem, ifjú koromban első gimnazista voltam, amikor részt vettem a Szimbád forgatásán. Nem mondod. Na erről mesélj. Lótifuti kis gyerekként. Mesélj valamit. És nagyon nagy élmény volt az egésznek. Hát a filmet, tehát kedvencem volt hát a film, és a filmgyártás, úgyhogy egy nagy élmény hát volt. Hát ez egy csodálatos film lett. Zoli az zseniális rendező volt. A Szódi egyébként. Igen. És módonban volt nyáron meglátogatni a sírját, hát én innen ízelem a Katának, a Huszári Katának, hogy apuka sírját gyakrabban kéne látogatni, mert hát nincs igazán jó állapotban az a sír. Úgyhogy ma azt terveztük,
hogy megcsináljuk, aztán valahogy nem került erre sor. Meg hát összejött ott egy háromfős, nagyon nehéz, filmes emberről álló trió. Nem tudom, hogy az elejétől voltál ott a forgatáson. Ugye a Latonovics Zoltán, aki zseniális volt természetesen, de hát nem volt egy könnyen kezelhető ember. Na most a Huszárik Zoli is egy eléggé nehéz természetű ember hírében állott, és a operatőr, nem a Sára kezdte a filmet, a Sárát a Földottó dobta be, mert hát látod, már én is öregszem, amnéziás vagyok, de jobb is, hogy nem mondom az operatőr nevét, egy kitűnő operatőr, de végtelen lassúsággal dolgozott, szóval nála egy beállítás kb. 3 hétig tartott. Na most, ha visszaemlékeznek a nézők a filmre, szóval ez beállítások sorozata tulajdonképpen, hogy az a velős csontot megremeg a tányéron, azóta is ezt keresem, a velős csontot eszem, meg az a húsleves közeliben. Na most, amikor eltelt 1 vagy 2 hét, na most egy átlagos filmnek a forgatás ideje 40-42 nap. És amikor eltelt már a 14. nap is, és körülbelül néhány métert forgatott a stáb, akkor a gyártásvezető elment a Földottóhoz, aki akkor aztán már igazgatója volt a MAF-filmnek, vagy főgyártásvezetője, és mondta, hogy Otto bácsi, segítsem, ez a film sose fog elkészülni. És akkor jött a Sára Sándor, és akkor egy kicsit meghajtotta a csapatot, és a film így is zseniális lett, gyönyörű lett, tehát a Sára is remek operatőr, de aztán a végén csak elkészült ez a film, és hát örökké csodálatos dolog a Szimbád. Később aztán még a Huszárikkal, amikor a Rutkai Évával csináltam a Latinovics Zoltán emlékkiállításokat. És mentünk, a szót rólunk eszembe, hogy említetted, mentünk a Huszárik édesanyjáért, akkor még élt a mama. A szódon, igen. Igen, és vittük le a kiállítás megnyitóra, ahol a Zoli is föllépett, Rutkai Éva is. Mi is, mint fiatal művész növendékek, vittünk egy-egy szál gyertyát, éppen karácsony előtt voltak. A Kata akkor már meg volt? Nem volt még meg. Hát ez nagyon régen lehetett. Utána, hát ez 70, de lehet, hogy nem is tudom. Most, hogy hát a Kata az azt hiszem, már 40 fölött van. 78 van, a Kata az azt hiszem 40 vagy 42 éves, ha jól emlékszem, akkor lehet hogy már kicsi volt. Hogy vagy még kicsi volt, vagy még nem volt, de hát aztán kitűnő színész. Bár most nem hallok a Katáról, azt mondom, is érdeklődtem, mert most oda köt sok minden, és azt mondom, sem nem tudnak a Katáról, tehát tessék gyakrabban. Kata, ha látod ezt a műsort, tessék gyakrabban a Katát meglátogatni, mert a sír lesz. Még egyszer mondom. Kicsit nincs igazán jó állapotban. Jó, az a baj, tudod, hogy a 60 perc az egy óra, úgyhogy elszaladt minden, pedig még egy kérdést azért mindenképpen fel akarok tenni, mert említetted a Lipót mezőt. Igen. Na, ott mit csináltál? Tényleg pár mondatban, mert itt már végre az asszisztence integet, hogy már nincs időnk. Művészetterapeuta voltam, tehát a művészet erejével, segítő hatásával próbáltam segíteni a lelkileg összeroppant embereknek, elmebetegeknek. Jó, hát bármelyikünk előfordulat, persze. Van nagyon kedves gyermekkori barátom, aki a bátyámnak volt egyébként gimnáziumi osztálytársa, ő hívott annak idején. Ő ott dolgozott, mint... Igen, ott volt főorvos, és ő hívott engem, mint fiatal művészt, hogy ha van kedvem, akkor ez meg egy újszerű dolog volt Magyarországon. Ez mikor volt körülbelül? 80-as évek végétől, aztán egészen. És akkor leültél a betegekkel, és akkor rajzoltatok? Különböző csoportokat rajzolgattunk, szavaltunk, zenéltünk, és hogy a műfajok egyesüljenek, csináltam egy színházat, a Tátkapu Színházat, igen, gyógyító színház, ami aztán elég szépen prosperált és sikert sikerre halmozott.
nyertünk fesztiválokat, az is egy újdonság. Az ápoltakkal egyébként. Ápoltakkal együtt, én is velük együtt felléptem, és jártunk különböző fórumokra, előadásokat tartottunk, és nagyon élvezte a közönség. Először ugyan a szenzáció erejével hatott, hogy tudod, hogy milyen a pesti ember, hogy na, most megnézzük, hogy a bolondok mit csinálnak a színpadon, és mikor leült a közönség, és kezdtünk játszani, kezdtek magukba szállni, hogy jé, ez egy csodálatos dolog, ami történt. Milyen darabokat játszottatok? Verses zenés darabokat. Te írtad, vagy összefogó. Különböző? Mindegy, érdekes, mert gyönyörű verseket írtak a páciensek. És azokból a versekből ilyen mozaikszerűen, mint a videóklip, csináltunk összeállítást egy-egy szép dallal fűszerezve. Hát versszínház, ezt kár, hogy megszűnt ez is, mint maga az intézmény is. Nagyon sajnálom, mert mindenki, akinek említem, meg aki említem. Földobog a szíve, igen, és volt ott egy nagyon szép kiállító helysikéltó terem, és az ápoltak rajzaiból, meg visszaemlékezéseiből. Hát most nem tudom, hogy hol van, de az a hír járja, hogy végre valára felújítják az intézetet, hát, lesz a sorsa, vagy mi lesz az, és akkor újraindult a gyógyító munka, és akkor visszakerül ismét a helyére ez a gyönyörű szép kiállítás. Hát egyelőre most évek óta sajnos, hogy hála Istennek, vagy lehet, hogy már nincsenek is betegek gyakorlatilag, és akkor nincs rá szükség. Reméljük, egy hogy... Egyfajta ilyen pszichiátriai irányzat, sokan a visszaélésnek is tartják el a szientológia, hogy hát végül is mi szükség van a betegeknek az ilyen ilyeténképpeni kezelésére, miért nem lehet őket békén hagyni, aztán majd az idővel szépen haladnak előre. Valami lesz, valami kialakul. Lesz. Hát persze, az idővel mindig valami kialakul, reméljük. Minden szép és minden jó lesz, és miután ezt a műsort ilyen optimista kicsengéssel szoktam befejezni, akkor hadd idézzem egyik kedvenc történelmi figurámat, Ferenc Józsefet, aki azt mondta, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindenem meg vagyok elegedve. No, ezekkel a monarchikus szavakkal veszek búcsút, mert elszaladt a 60 perc, és szerintem a nézők fáradtak ilyenkor este 10 óra tájban, úgyhogy én azt javaslom, hogy elbúcsúzom a nézőktől, azzal, hogy egy hét múlva természetesen más kedves barátommal, ismerősömmel jelentkezem, és gondolom, hogy nem okozom csalódást, ha most arra kérlek, hogy egy szép zenével fejezzük be akkor ezt a beszélgetést. Örömmel. És fel is konferálod, hogy mit hallunk. Nagyon szép József Attila verssel szeretném befejezni ezt a kedves beszélgetést, mert végülis a nézőkkel is társalogtunk ma este. Egy árszpoétika jellegű, nagyon szép vers, ami nekem legalábbis az árszpoétikám. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik ócska, csorbát töröttet, ami új megér. Gyermekjátékot a boldog fogócska, rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Azt a tüzet, ójaj, meg kéne rakni, hizzúz marás, a város, a berek. Fagyott kamrák kilincsét fölszaggatni, s rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ójaj, meg kéne rakni, hogy felengednének az emberek. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni. De jó lenne egy kis meleg. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom, akkor köszönöm. Még egyszer a nézőktől, tőled is. Köszönöm, Lacikám, hogy elfogadtad a meghívást. És még azért annyit nem zárójelben, de megjegyzem, hogy indul itt a televízióban egy új műsorod, Kalika Csapás címmel,
amit nem sokára láthatnak a nézők, de ezt majd a honlapunkon meghirdetjük, ennek is nagyon örülök, meg annak, hogy ilyen jól elbeszélgettünk annyi év után, mert azt hiszem, hogy rendeztelek a zenés műsorokban, vagy 4-szer, 5-szer, 6-szor, 7-szer, már nem is tudom, hogy hányszor, de sose terítetted ki a kártyáidat, és az egyik utolsó adás, azt mondom, a szilveszteri műsor felvétele után mondtad, hát Péterkém, nem emlékszel rám? Hát mennyit találkoztunk a filmlaborban? Ezt csináltam neked, azt csináltam neked, amazt csináltam neked, ezt, és akkor azt mondtam, hogy Lacikám, köszönöm szépen, hogy ennyire emlékszel rám, pedig gondolom, hogy én se lettem fiatalabb. Sok egészséget, és köszönöm minden jót. És az új műsorhoz is sok sikert, remélem, köszönöm hogy... Köszönöm a lehetőséget. Remélem, hogy fogják élvezni a nézők, és meg fogjuk élvezni a közös munkát életünkben ismételten, úgy fiatalkorunk után 20-30 évvel. Köszöntelek benneteket. Viszontlátásra nézőknek is, jó éjszakát!